az MH légierő zenekar Veszprém felvezetésével a Kálvin tértől a Bakács térig. Diáktanár menettel indult el a 16. Református Zenei Fesztivál. A zenés nyitó áhítaton köszöntőt mondott dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere, aki Luther Márton zenével kapcsolatos gondolatait idézte fel. Mert a zene Isten adománya és ajándéka, nem pedig emberi vívmány. A zene elűzi az ördögöt és felvidítja az embereket. Steinbach József református püspök, az esemény egyik fővédnöke is üdvözölte a fesztiválra összegyűlteket. Az apostol szavaival köszöntünk mindenkit, kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk, Jézus Krisztustól. A jókedvű keresztényeket szereti az Úristen. Ez a jelmondata az idei eseménysorozatnak, tudtuk meg Böszörményi Gergely főszervezőtől, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökétől. Kijövünk a templomból, bemegyünk a templomba, az is fontos, hogy kint legyünk az utcán, és olyan kulturális értékekkel gazdagodjunk, amit egyébként otthon is megtehetünk persze, egy kütyűről hallgatva, vagy éppen a CD-t berakva, én inkább a CD mellett kardoszkodok persze, de azért az, amikor nagy közösségi élményben és olyan helyszínen is lehetünk, amely kicsit szokatlan talán, és nem a templom hangulatát idézi, de ugyanakkor vagy Isten igéje szól, vagy éppen valami kulturális műsor, mint ami most lesz majd a Fölszállott a pávának a fergeteges műsora. Ez bennünket arra inspirál minden évben, hogy kedves barátokkal találkozunk. Az ökumenikus összművészeti program több helyszínen zajlik Bakács-téri központtal 3 napon át. Több száz előadóval, közel 800 közreműködővel, határól, innen és túlról, széles zenei választékkal. Az esemény jótékony célú, a befolyt adományokat a kárpátaljai magyarság megsegítésére fordítják. Nagy dobozokban gyűjtjük a pénzt Kárpátalja javára most már évek óta. Az elmúlt 4 évben 14 millió forintot tudtam átadni az ottani egyházkerület püspökének, Zán Fábián Sándornak, és azt tudjuk, hogy onnan biztos jó helyre kerül a pénz. A Református Zenei Fesztivál egy olyan alkalom, amely a fellépők és a közönség tekintetében is egyaránt nyitott. Célja pedig, hogy megmutassa a református egyház kulturális értékeit és fontos társadalmi szerepét.